Mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Gálhidi György, labdarúgó edző, a Szeged labdarúgó csapatának vezető edzője. Szervusz, ugye jól mondtam? Szervusz, Józsi, jó napot kívánok. Igen, jól mondtad. Ebben most nem volt igazából él, mert ugye hát sajnos a hét témáját, ugye az elmúlt hét témáját ugye végül is Szeged szolgáltatta azzal, hogy kiestetek az NB2-ből. Én csak olvastam róla, és a hírügynökségek szerint hát eléggé felfokozott hangulatú mérkőzés volt. Mi több, ha jól tudom, a játékvezető egyszer még be is küldte a játékosokat a öltözőbe, tehát eléggé forró hangulat volt. Igen. Nagyon jól mondod, forró hangulatú mérkőzés volt. Közel 3000 néző mozdította a csapatomat. Kétszer félbeszakította a mérkőzést a játékvezető. Szerintem egy picit túlzás volt benne, mert a pályára nem lépett be senki, de valóban a salakra beugráltak vendégszurkolók is, meg a mi szurkolóink közül is páran. Én úgy éreztem, hogy a pályára nem akarnak bejönni, kicsit valahogy a feszültséget szerették volna levezetni. Kezdjük az elején és az alapkérdéssel, mindenkit ez érdekel. Miért nem tudtátok a Várdát megverni? Nézd, nagyon sokat gondolkozom azóta is, meg az előző héten is, az első mérkőzés, ugye az 8-án volt egy héttel ezelőtt, igazából ott eldönthettük volna a mérkőzést. Nagyon jó kezdtünk, helyzetek, fölénybe voltunk, birtokoltuk a labdát, helyzetek, gólt szereztünk, egy gólos vezetéssel fordultunk. És nagyon nagy különbség volt a mérkőzés, tehát idegenbe vezettünk a fél időbe 1-0-ra, és nagyon nagy különbség mutatkozott a két csapat között. Ott nem tudom, mi történt az öltözőbe, vagy a másik fél időbe. Ráléptünk a fékre, lelassultunk, fordulatot, sebességet vesztett a csapatom, és az természetesen meg is bosszulta magát, gólt kaptunk, aztán egy buta kiállítás, és a végén örülnünk kellett a döntetlennek. A szünetben nem éreztél semmit? Nem éreztem, inkább annyi idegességet éreztem az egész első fél időben, tehát inkább nyugtatni próbáltam őket. Lehet, hogyha egy kicsit hangosabban fölébreztem őket, vagy esetleg holtponton átsegítem őket, lehet, hogy akkor jobban jártunk volna, de utólag mindig okosabb az ember is. Én úgy éreztem, hogy ott nyugodtan nyugtatni kell a fiúkat, és nyugodtunk is, és szépen bele is aludtunk, megnyugodtunk, úgyhogy sajnos a második fél idő az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, már ott sem. Tehát ez volt az első mérkőzés Várdán, ahol 1-1. Igen. Ebből az ember azt szűrte le, hogy majd otthon Szegeden meg lesz a győzelem, és akkor minden így szép van. És jó. Tehát én is nagyon csalódott voltam az 1-1 miatt, de hát idegenben döntetlen egy ilyen párharcban. Én úgy gondolom, hogy elfogadható eredmény, és ha jól tudom, elnézést, hajrá. Én ha jól emlékszem, az összes csapat közül, az NB3-as csapat bajnokai közül a Várda nyerte meg a legnagyobb különbséggel egyébként a bajnokságot, tehát őtőle volt a másik helyzet a legjobban leszakadva. Tehát ő nagyon fölényes. Nagyon magabiztosan, így van. Nagyon nagy el. Tehát ezt tudni kell azért zárni, hogy tegyük nagyon hozzá. Nagy pontkülönbséggel. Én is úgy éreztem, hogy ő a legerősebb NB3-as csapat a hat osztályozóból. Nekünk jutott a legnehezebb ellenfelünk. Volt pikantérés a dolognak, hiszen a Révész Attila az ellenfél edzőjével én már egy honvéd Tuzsér Budapest Honvéd Kupa elődöntő, vagy negyed döntőben már találkoztunk, a Tuzséron 2-0 vagy 3-0 nyertünk. Illetve a még pikánsabb dolog, hogy a Nyíregyházát, amikor 2006-2007-ben sikerült az első osztályba vezetni, akkor utána ő lett a vezetőedző. Tehát én feljutottam a csapatot, aztán ő meg végül is kiesett a csapattal. Volt egy kis ilyen pikantéria ennek a párharcnak, de hát ezek a személyes dolgok azért háttérbe szorultak, hiszen itt a két városnak, vagy a két klubnak a csapatairól szólt a történet, és én gondolom, hogy a Szeged már érett arra, hogy illetve mind infrastruktúrlag, mind háttér, anyagi bázis, játékos anyag, az elvégzett munka és a teljesítmény alapján is jogosultak lettünk volna, hogy bemaradjunk. Megérdemeltük volna azt, hogy bemaradjunk. De erre hazai pályán kikaptok 3-0-ra. Igen, mindenki azt várta, és én is úgy készültem, hogy nekik megyünk, kapjuk elé szegezzük, minden hamarabb dőlőre visszük a dolgot, gólt szerzünk, és akkor onnantól minden könnyebb lesz, nekik ki kell jönniük, nagyobb területek lesznek,
több lehetőség lesz, lazul a védekezésük, a figyelmük esetleg hátul. Sajnos nem ez történt. Nagyon bizonytalanul kezdtünk, nem igazán tudom az okát, hiszen nem ezt beszéltük meg. Ahelyett, hogy előre kapujuk előre szegeztük, van a oldalpasszok, hátrapasszok. Az első hazadásból már egy olyan könnyelmű cselezés a kapusom része, amit egész fél év alatt nem csinált, és amit soha nem csinált, amíg én vagyok az edző korábban. És a másodikban pedig kaptunk egy gólt. Háromszor is azt hiszem kapura rúgták a labdát, és végül is egyszer sem sikerült úgy felszabadítani, hogy hozzánk került volna a labda, vagy kirúgni a stadionból, vagy bárhova. A harmadikra végül is belőtték, és vezetés, és hát onnantól kezdve meg persze már mindenki idegesebb és feszültebb. Kihagytad, hogy 7 percen belül, vagy 7 perc alatt két játékosodat is kiállított a játékvezető? Hát igen, a gól után nem sokkal a jobb hátvédemet. Azt hiszem, a 8. percbe állították ki. Én nem akkora volt, nagyobb volt egy picit, már 23. percbe állították ki, tehát az olyan 15 perc körül volt a különbség a két kiállítás között, de 0-1 és két kiállítás a 26. percig, akkor azért megillogtak a legrutinosabb játékosaim is, meg azért, hogy a nézőktől kezdve mindjárt egy kicsit feszültebbek és idegesebbek lettünk. A híradások szerint játékosaid voltak durvák. Igaz ez? Tehát, hogy állítólag jogos volt mind a két kiállítás. Nézd, de nem volt durvaság egyik kiállítás sem, igazából nem voltunk durvák, az én csapatom az nem durva. Éppen az a bajom, hogy ugye egy mérkőzésen azért az első párharcokban respektet kell teremteni, keményen kell kezdeni, hogy az ellenfél egy kicsit úgy azért figyel, hogy azért Ácsi azért itt emberkék vannak, itt férfiak küzdenek, itt nem lányfoci van vagy babazsúr van, hanem itt férfias küzdelem, meg futball van. Nem léptünk ilyen agresszívan, még a keleténél talán kevésbé is voltunk agresszívak. Egy figyelmetlenség, egy eladott labda, egy rossz helyezkedés a védekező középpályásom részéről, és a jobb hátvéd, ahelyett, hogy fél pályának kiugrott az ember, ott még van 30 méter vagy 40 méter, amíg utol lehet érni, a belső védők biztosították volna, ők kedvezőbb pozícióban voltak, előnyösebb helyzetben, meggondolatlanul utána rúgott. Ami nemzetközi szinten is sok mindent figyelembe véve általában sárgalap szokott lenni, de azért benne van az, hogy hátulról szándékosan faltolni, abban azért a piros lap is benne van sajnos. Rögtön a meccs elején, a 8. percben? Így van, és a 23. percben pedig már a következő. Tehát egy kicsit túlzottnak éreztem azért ezt a szigort mindkét esetben. Ilyen fontos mérkőzésen, ott eldőtt a mérkőzés abban a pillanatban, amikor két játékosom is piros lapot kapott. Nem éreztem annyira súlyosnak, annyira durvának a szabálytalanságot, hogy egy sárga lappal nem lehetett volna esetleg lehűteni a kedélyeket, vagy egy kicsit az izgat mi állapotukba túlpörgött játékosokat kicsit megnyugtatni. Ez még csak olaj volt a tűzre, és ott aztán elszabadultak az indulatok valóban. Ott olyan reklamálás volt, és akkor a szurkolók is teljesen elkezdtek a játékvezető ellen tüntetni, és onnantól már kezdve nem is a futballról szólt a történet jó formán. A meccs után játékvezető el tudta hagyni nyugodtan a stadiont, vagy rendbontás volt? Nem történt, én úgy tudom, hogy nem volt utána különösebb. Az, hogy megpróbáltak a pályára a második fél időben is egyszer beugrani a játékosok, akkor már ők is hitüket vesztették, és úgy látták, hogy sajnos elment, elúszott ez a hajó. Nem tudtunk már második fél időben helyzetet sem kidolgozni, tehát nagyon nagy volt a két gólos, két emberforrós, tehát a kettős emberforrós előny és az egy gólos vezetés nagyon nagy volt. A Várda, ugye az utolsó mérkőzése már a sárgalaposait is tudta pihentetni. Utolsó két mérkőzésüket, amikor megnéztük mind a két mérkőzésen, a 20. perctől emberelőnybe futballoztak. Tehát azért ők nem voltak egy olyan végigkielezett bajnokság részesei, mint ahogy az én játékosaim. És sajnos mi nem tudtunk már úgy pörögni, és nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani, messze nem olyat, amit a korábbi mérkőzéseinken, főleg hazai mérkőzéseinken. Szurkolókkal meggyűlt a bajod, vagy ők hogy reagálták le? Nem mindjárt olyan értelemben, hogy a szégyenérzet az tombolt bennünk. Nem bántották a játékosaimat, sőt megtapsolták a végén őket. Ezt külön is köszöntem nekik, meg köszönöm is nekik. Nagyon fel voltak dúlva, nagyon idegesek voltak, de a játékosainkat meg engem sem bántottak. Tehát mindenféleképpen az egész fél éves szurkolásukért, produktumukért dicséretet érdemelnek. Ők megelőztek minket, ők többször bizonyították, hogy érettebbek, mint ahogy a mi játékunk, vagy az én játékosaim időnként viselkedtek és játszottak. Mit értettél azzal, amit az egyik újságnak nyilatkoztam meccs után, hogy nem rúgtam ki azokat, akik cserben hagyták a csapatot? Utólagos. Tudod, olyan feszült állapotban voltam, hogy
Ilyenkor óvatatlan is felmerül az emberbe, ismerve az utóbbi idők, fél év, egy év tapasztalatait, a tipmixes dolgokat, hogy felmerült bennem is, hogy esetleg nem volt tiszta a mérkőzés. Kettőt aludva rá, nem biztos, hogy jó helyen kerestem a bűnösöket, de a saját felelősségemet, tehát ez a mondat, vagy ez egy mondatrész, ez úgy van, hogy az én hibám, tehát az a saját felelősségemet, azt nem bagatellizálhatom el, és az én felelősségem is megvan ebben a kudarcban. És arra mondtam, hogy akkor hibáztam esetleg, hogyha volt egy-két játékos, akit időnként el lehetett volna küldeni, és erre gondoltam én ebbe a szituációba, de nem azért, mert hogy szabotálták volna a mérkőzést, hanem azért, mert fegyelmezetlenek voltak, vagy esetleg akadályozták a koncentrált pozitív munkát a csapaton belül. Volt egy-két játékos, amit valóban esetleg el lehetett volna küldeni. Ha 5-6-tal több játékosom van, és hogyha olyan minőségű játékosom vannak a középpen volt nekünk végig a nagy problémánk. Tehát elég stabil védelmünk volt, bár utolsó 6-7 mérkőzésen mindig gólt kaptunk, egyet vagy kettőt, vagy volt, amikor Orosházán 3-at is. De a támadó szekcióval volt a nagyobb probléma, főleg a középpárról kevés gólt lőttek, kevés gólt készítettek elő. A támadó szekcióban is a Jováncain kívül egy gólos a minden támadom, tehát én azt hiszem, hogy erre a teljesítményre nagyon nem lehetnek büszkék, és mi sem lehetünk büszkék az ő teljesítményükre. Milyen volt egyébként az öltözőben a hangulat? Mennyire volt csapat a csapat? Érzden. Én csapatember voltam, amikor futballoztam. Nekem mindig a csapat a szent és sértetetlen. Tehát igyekszem mindig jó közösséget kialakítani. Mindent tettük el a játékosoknak, minden cselekedetükkel a csapatért kell, hogy a csapatot kell, hogy szolgálják. A csapat érdekeit kell szem előtt tartaniuk. Én úgy gondolom, hogy elég heterogén volt a társaság. Sok külföldi, sok magyar, különböző helyekről, különböző okok miatt kereltek oda. Tehát nem volt eléggé egységes a csapat. De nagyon nagy feszültségeket, nagyon nagy problémákat én nem láttam sem, mint közösség, sem, mint csapat, mint egység. A pályán és a pályán kívül is úgy nagyjából rendben volt azért a közösség és a hangulat és az egység. De azért egy vezér, egy biztos Krisztián jó lett volna, ha van. Vagy volt vezér, aki átvette Krisztián szerepét? Nagyon igazad van. Megközelítőleg sem tudtunk ilyen kaliberű vezért találni. Egyrészt a Krisztián középpályán játszott, 5 gólt lőtt az őszi szezonban, és nagyon sok gólt készített elő. Megközelítő se tudnak. Összesen talán 4 vagy 5 középpályásom sem tud ilyen teljesítményt felmutatni. És az ő presztízse, az ő játékos múltja, az ő személyisége az mindenféleképpen olyan volt, ami példamutató, példaértékű, akire fel lehet nézni és fel kell nézni. Nem volt egy kiabálós, nem volt egy olyan vezér, aki gyerünk, mutassuk meg. Olyanon volt a csapatban, de ő a személyiség és a játék alapján mindenféleképpen nagyon fontos szerepet töltött be. Mi gyengültünk igazából a téli játékozás iránt idején alatt, mert azokat, akiket mi leigazoltunk, nem tudtak igazán segítséget. Ha jól tudom, amikor oda mentél Szegedre, akkor még nem tudtad, hogy a Lisztes eljön. Bevallom férfiasan, hogy az egy önalulütés volt. Azokban a napokban, amikor én elvállaltam és megegyeztünk, abban a pillanatban jelentette be a Krisztián, illetve akkor tudtam én meg, hogy ő távozik. Nem tudtuk ötpótolni, és ez volt az egyik nagy oka, vagy ez egyik legfontosabb oka annak, hogy végül is kudarcot vallattunk. Nem tudtál igazolni senkit? Igazoltunk játékosokat, akit az ő helyére hoztunk, az egy inkább olyan támadó középpályás volt, aki jó érkezik a kapu elé, jó a befejezésekhez, sajnos nem tudott egy gólt sem lőni, és nem tudott előkészíteni egy gólt sem. Most már 2 hónapja a súlyos izomsérülés szenvedett a Stipancsevics, és nem tudott úgy segítségére lenni a csapatnak, ahogy ő is, meg én is szerettem. Egy nagyon aranyos gyerek, lelkesen dolgozott, Svédországban, alsóbb osztályban játszott, meg mint ember is nagyon szimpatikus volt, és de nem tudta. Akiket még középpályára gondoltunk, a kis Robbi is adós maradt. Ez egy nagyon nagy tehetséges a srác, de most már nagyon régóta tehetség. Tehát az egy idő után illik abból előrelépni és meghatározóvá válni. Már olyan értelemben a sok futás, labdabirtoklás nagyon sokat lépett előre. Én ahogy összehasonlítom a felkészülési időszakkal a mostani játékát, de a 16-oson belül sem a gólpasszokat tekintve, sem a egyéni játékot, a gólok számát tekintve, hiszen egy gólt sem lőtt és egy vagy két asszisztja volt, nem az a teljesítmény, amit ezen a szinten ennek a csapatnak kellett volna, vagy elvárnánk egy irányító középpályástól. Sajnos nem tudta. A szélső középpályásaink is
a Farkas Zoli gólt lőtt, és nagyon sok asszisztje volt, nagyon sokat fejlődött. A Kéri Tomi, aki igazán támadó középpályás gólt készített elő, gólokat lőtt, mérkőzést eldöntő gólt lőtt, ő még csak 20-21 éves a jövő előtt áll, de még nem az a meghatározó ember, akit szerettünk volna, és aki egy pár év múlva valószínűleg lesz majd. A védekező középpásom óriásit fejlődött, de ez így együtt az még kevés ahhoz, hogy mi, nekünk 6 mérkőzés kellett volna az utolsó, a sorozatban 6 mérkőzés kellett volna megnyernünk, hogy az 5. helyen végezzünk, sajnos az nem volt benne a csapatban, és ez a középpályán ez nagyon súlyosan esett a latba, hogy ott az a teljesítmény nem volt meg, ami kellett volna. Most a játékosokat végül is úgy, hogy helyén kezeled, tehát véded őket. Ugyanakkor ebben az előemlített cikkben van, és a csapaton belül volt egy csoport, amely nem akarta a bennmaradást. Hát igen, lehet, hogy ez is túlzás volt a részemről. Prüszkönnek is most odalent a fiúk. Lehet, hogy igaz, elnézést kérek akkor, hogyha ha kicsit alaptanul támadom akkor őket. Most rendben tudod, akkor most tenni tudom. Összehasonlítva a korábbi mérkőzéseken nyújtott teljesítményüket, azt kellett mondanom, hogy töredéket nem nyújtották annak, amit korábban, és valószínűleg az elkeseredettség is mondott ezt velem. Nagyon remélem, hogy nem volt igazam, és mondom, akkor a sajnálom, de úgy éreztem, és bizonyos megnyilvánulások, tehát ez a két sárga, vagy két piros lap, ebbe nagyon nagy butaságot és érthetetlenséget láttam, tehát semmi nem indokolt ezeket a kiállításokat. Most, hogy a játékvezető volt túlzott, vagy ők akarták esetleg kiállítani magukat, ezt nagyon nehéz eldönteni. Hirtelen felidálásban volt ilyen mondatom, remélem, hogy nem volt igazam, és ők becsületes sportolói és játékosai a csapatomnak és a klubnak. Tulajdonosokkal mikor ülsz le a folytatásra? Ugye van egy opciód. Egy éves opciót, ha jól tudom. Igen, fél plusz egy éves szerződést kötöttünk, természetesen ez már úgy tervezve, hogy bemarad a csapat, és akkor lépett volna ez automatikusan életbe. Most egy tárgyalást következik majd, nem tudom az ő szándékaikat. Én bennem van egy szégyenérzet, van bennem egy bizonyítási vágy, hogy a csapatot egy éven belül lehetőleg fölhozni, visszahozni a másodosztályba. Ez nagyon szép feladat lenne, hiszen az infrastruktúra is fokozatosan javult. Előbb a pálya környéke is egyre lett és egyre színvonalasabb. A kiszolgáló létesítmények is, a gazdasági háttér az példátlanul stabil volt, az persze pontosan, sőt még előbb kaptunk fizetéseket, ami a mai életben vagy mai időkben azért nem ment. Egy hátrány. Tehát én nem mondhatok rosszat a vezetőimre, körülményekre sem. Szívesen dolgoztam, jól éreztem magam Szegeden. Ez az utolsó 5 mérkőzés, ami nagyon elvette a kedvemet, és ami nagyon keserű szájt, és rossz közérzetet idézett elő nekem, bennem. A fiúk azt mondták, hogy ők elfáradtak, ilyen, nagyon sok probléma volt. Olyan hosszú felkészülésünk volt, a halasztások, a rossz pályaviszonyok, rengeteg halasztás volt, edzőmérkőzések voltak helyette, kemény munka, kemény edzések voltak helyette, hogy kipukadtak a végére. Nem tudom, én tudom, hogy most lenne egy nagy ugrás majd ezt a pihenő időszakot követően, egy magasabb szintről lehetne folytatni a munkát, és az mindenféleképpen pozitív lenne. Beépítettünk olyan játékosokat, köztük egy szegedi 20 éves fickót, aki harmadosztályba játszott, és talán a legjobb egyenlítésítmény nyújtott a 15 mérkőzésen, vagy a 17 mérkőzésen a két osztályozott is belevéve, tehát hatalmas tehetségre bukkantunk. Biztos vagyok benne, hogy találnánk még a városban ilyet. Biztos vagyok benne, hogy mondom, ez a gárda is egy magasabb szinten folytatná. Meglátjuk, hogy mit szeretne a Jóisten ebbe a történetbe. Ha maradnál Szegeden, akkor egy még ütősebb csapat lenne? Biztos vagyok benne. Mert ahogy mondtam, ezek a játékosok is magasabb szinten tudnák folytatni. Biztos, hogy kellene egy picit több saját nevelésű, tehát szegedi kötődésű játékos. A szurkolóik egy része nem érzi még magáinak a csapatot, ez nagyon komoly probléma. De sajnos ez sok helyen probléma, csak igen, Szegeden. Igen, ez... És erről tulajdonosok nem mindenki akarja ezt meghallani, hogy igenis kellenének a helyi kötődésű játékosok. Ez külföldön is, ugye, hát azért Angliában is azt a válogatott is annak issza a levét, hogy a csapatokban, az élcsapatokban nagyon kevés az angol játékos. Tehát itthon is végignézhetnénk. Hála Istennek vannak Debrecentől kezdve, vannak nagyszerű példák, ahol egyrészt, hogy a magyar játékosok, vagy Pakson is, másrészt, hogy saját nevelésű játékosok, igen, mint Szombathelyen például. Tehát rengeteg pozitív példa van itthon is. Én azt szeretném, hogyha esetleg, hogy ez Szegeden is, mert
Valaki kiszámolta és elmondta nekem, hogy per pillanat 24 játékos játszik az első osztályban, aki Szegedről indult el. Tehát az nagyon nagy szám, és az nagyon sokat sejtett, de hát visszamehetünk. Sándor Csikarik, Kocsis Lajosig, tehát hatalmas egyéniségek jöttek ki, Weber Gyuri, aztán később vagy még sorolhatnánk. Nagyon nagy egyéniségek jöttek ki ebből a térségből, nagyon sok tehetség van ott, és van mögöttünk egy Grosics Akadémia Gyulán, amelyik előbb-utóbb termelni fogja a tehetségeket és a fiatal játékosokat. Tehát ennek én biztos vagyok, hogy működni fog előbb-utóbb. Velem vagy nélkülem ezt az elkövetkező egy-két nap dönti el. Azért arra kíváncsiak nagyon sokan, mi laikus szurkolók elsősorban, hogy egy Mezőkövesd az NB1-ben, egy Várda az NB2-ben mire lesz jó? Mire lehet jó? Hát nézd, egy Stadlert vagy mutatnék talán, nem tudom most, mit ez a Stadler jutott eszembe, ahol még a tradíciók meg az infrastruktúra, bár ott a stadion az csodálatos volt a későbbiekben, de úgy indulásnál nem volt olyan. Én drukkolok a Kövesdieknek, az egyik nagyon jó barátom vitte őket a második helyre, és utána lett a tehát Huszár Géza csodálatos munkát végzett ott, és utána a Weber Gyuri ezt még tudta fokozni, és egy szinte csodaszába menő eredményt ért el, egy Vakos és egy Békés Csaba, egy Szolnok és egy Nyíregyháza előtt, tehát a kalapot emelek. Akkor is, ha mi megvertük őket otthon, de a Gyurinak a teljesítménye, a csapat teljesítménye az minden dicséretet megérdemel. Drukkolok nekik, hogy ezt tudják. Bocsáss meg, csak azért ez zárójelben, azért, hogy tényleg elgondolkodható, hogy az NB1-be feljutó bajnokot megveritek, és akkor elnézést a Várdától megkikaptok. Hát ez jutott az én fejembe is szöget. Tehát ez az, amivel a felet nem tudtam úgy átlépni, és nem tudtam elfogadni. Nagyon kontraszt. Megvertük az első hatból, megvertük négy csapatot, a Békés Csabát, és ott kikaptunk, és a Balmazőfárostól ottól x-eltünk, de a Vasast, a Mezőkövesdet, a Szolnokot és a Nyíregyházát megvertük mind a négy csapatot. Nem tudom feldolgozni én sem, és nehéz elfogadnom, hogy egy harmadosztályú csapattól, minden tiszteletem az övék, mert... Az is lehet, hogy nagy volt a mellény, hogy csak a nadrág ment ki? Lehet, sőt, volt egy ilyen érzésem. Igazából itt semmi hókusz-pókusz nem volt, csak ennyi, hogy lenézték. Lehet, adja jó Isten, hogy csak így legyen, mert egy kicsit akkor elnézést kell kérnem tőlük, de ez is egy nagyon nagy bűn, hiszen tisztelnek kell, és folyamatosan ezt szajkoztam, és mondtam minden mérkőzést, hogy tiszteld az ellenfelet, úgy menjél ki, hogy a legjobb csapat ellen játszol. Ha csak 60%-on kezdesz el pörögni, akkor nem tudsz jó teljesítményt nyújtani, lemész az ellenfél szintjére. Ha 100-on kezded, és 1-0 után, mint ahogy Várdán történt, visszaveszel 60 fokra, vagy 60%-os teljesítményre, vagy fordulatszámra, nem tudsz megint felpörögni, és akkor keserű véget, ez betövetkezett, de most meg ráadásul 60-on kezdtünk megint a második mérkőzésen, és nem tudtunk felpörögni. Illetve már nem volt hova pörögni. És ugye a Várda az... Tele volt önbizalom a várdai játékosok, hiszen ugye... De mit? Hiszen, nem voltak tele az önbizalomban. De ők a bajnokságukban sikerre. De mondom, láttad volna azt az első mérkőzést, akkor a különbség volt az első fél a két csapat között, hogy azt lehéz, de hogy azt le tudnám zongorázni, akkor lehet, hogy nem labdarúgó edző lennék, hanem zongoraművész. És akkor onnan jött egy ekkora törésem, aztán három fél idő alatt. Ami érthetetlen egy kicsit nekem. Igen, és talán ezért kezdtem el vagdalkozni, és mondom, sajnálom, hogyha megbántottam olyanat, akik... Csak erre nehéz magyarázatot találni. De nagyon nehéz. Nekem, aki dolgoztam meg, és tudom, hogy milyen munkát végeztünk, nekem nagyon nehéz. Mikor dől el a sorsod? Talán holnap után. Hogy készülsz? Mire készülsz? Én már annyit kaptam az élettől, tehát bajnokcsapat Nyíregyházán, és nem hosszabbítottak szerződést, de volt ilyen már több is, hogy jó eredmény, és nem hosszabbítottak. Azon se lepődnék meg, hogyha nem hosszabbítanának szerződést velem. Azt hiszem, tavaly mondtam ezt valakinek, amikor Ománból van egy nagyon jó csapatot sikerült összehozni, hogy nem tartanak ott, de ezt ők fogják bánni, csak ők ezt még nem tudják. Tehát most is van egy érzésem, hogy sokkal több lenne képes a csapat velem, ha úgy döntenek, el kell fogadjam is. Felemelt fejjel fogok távozni a szegedi kispadról. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz, hogyan. De te minden esetre akkor azt mondod, ha maradsz, a Szeged az még jobb lesz. Na most kezd igazából összeérni. Az biztos. Én nagyon, nagyon sokszor tapasztaltam már, hogy majdnem egy fél év kell, mire az én edzés ritmusomat és az edzés munkámat megszokja egy csapat, és utána kezd el. Majd arra kell vigyázni, hogy ne kapjanak több, csak ennyi terhelést, mert akkor fognak igazán szárnyalni.
Akkor hamarosan kiderül, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.